Az előzetes közlések ellenére a Budapesti Közlekedési Központ képviselője nem jelent meg a fővárosi taxik szeptembertől kötelező besárgítását demonstráló eseményen. Vannak vállalkozások, amelyek üzletet remélnek a járművek fóliázásából. Sok taxis viszont attól tart, hogy az új feltételekkel alaposan ráfizet majd. Egyszer az összes budapesti taxi ilyen lesz, vagy valami ehhez hasonló. A taxisok szerint ugyanis a fólia előbb-utóbb kifakul. De a legnagyobb gond nem ez, hanem a hatósági ár. Politika kiemelte a versenyszférából a taxit. Mint ahogy látszik a kocsi oldalán, egységesen fog Budapesten az összes taxi 280 forintért kilométerenként autókázni. Semmilyen kedvezmény nem adható, tehát olyan lesz, mint a BKV-jegy. A politika, ahogy mondták, a taxisok kérése ellenére a fehér helyett a sárga szín mellett döntött, amely a taxisoknak 120-200 000 forintos kiadást jelent, hiszen a fehér autókat nem kellene átfóliázni, mondta a cégvezető. A rendelet azonban mások szerint is több sebből vérzik. A rendelet több helyen ellentétes az alkotmány előírásaival, nem tiszteli a vállalkozás szabadságát, a magántulajdonhoz való jogot. Ezen kívül törvényellenes is, hiszen olyan kötelezettségeket ír elő, amit törvény nem enged. Ráadásul a BKK-hoz semmilyen ügyben nem lehet fellebbezni. Ezzel a helyzettel visszaélve a cég például felmondhatja a droszt használati engedélyeket. Így a taxis elveszheti az állását. Nagyon kevés a ráhajtás. A Peugeot-nál nincsen rajta semmi ráhajtás, ami azt jelenti, az első fagynál és napnál le fogja tenni. A City Taxi elnöke szerint megosztotta a taxis társadalom. Ő is a pluszköltségeket nehezményezte, de azért másoknál megengedőbb volt. Az, hogy az utasok bizalma visszatér a taxizás iránt, akkor talán egyenleget volna egy-két év múlva elmondhatjuk, hogy megérte, hogy ennyi áldozatot vállaltak a kollégán. Fél órás késéssel megérkeztek a bemutatásra szánt fóliázott taxik is. Közben kiderült, hogy azok közül hárman, akik a Budapesti Közlekedési Központ kérdőívét visszaküldték, a cégtől ingyen fóliát kapnak az autóra. A jelenlévők közül legalábbis többen ebben reménykedtek. Már csak az volt a kérdés, hogy hol a BKK. Nem tudjuk, mi is azt várjuk, de igazság szerint a rendezőt várjuk a legjobban, aki ezt megszervezte. Aztán kiderült, hogy a nyerteseket már rég kisorsolták, de ez sem okozott nagyobb csalódást. A rendelet ugyan szeptembertől lép érvénybe, de rá egy évre már valamennyi budapesti taxi sárga lesz, kivéve, ha egy újabb előírás közben másképp nem rendelkezik.